Ausztria, Terek Ultra, Mozart 100. Ennek a versenynek a 75 kilométeres betétszámát teljesítette Vince Zsófi, aki női negyedik helyezést ért el ebben a versenyben. Erről a versenyről kérdeztem, és mesélte el, hogy milyen élményeket szerzett. Még mielőtt megnézed a videót, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor légy szíves, iratkozz fel, és ha szeretnél támogatni a munkámat, akkor a leírásban lévő Patreon linkre kattintva ezt megteheted, amit előre is megköszönök. Jó szórakozást! Zsófi, hát köszönöm szépen, hogy újra itt vagy, elfogadtad a meghívást, örülök neki. Én köszönöm. Na hát igazából amiért megkerestelek, most ez a múlt héten teljesített Mozart 100-as verseny, amiről én már így egyszer hallottam, nem vagyok egy nagy terepultrás, de igazából sok minden nem tudok róla. Egy pár mondatban mesélném magáról a versenyről, hogy hol van, milyen távja van, van esetleg betéttávja, és hogy milyen távon indultál. Igen, tehát ennek igazából a legnagyobb és fő távja az a 105 kilométeres, és 5000, nem tudom, nem sok, tehát 5000 valamennyi szintemelkedéssel rendelkező pálya adja a versenynek a fő távját, illetve a leghosszabb távját. Még annyit akkor gyorsan elmondanék, hogy magyarok szemszögéből azt nagyon fontos tudni, hogy Németh Csaba itt 2013-ban pályacsúcsot futott, és azt hiszem, hogy 2014-ben is nyert, és 2016-ban pedig Muhari Gábor nyert, tehát itt büszkék lehetünk rájuk, ezt nagyon-nagyon fontos elmondanom. És hát idén is volt magyar nyertes, majd arról később beszélek. Én a 75 kilométeres távján indultam, ami 4000 szint emelkedést tartalmazott. Az órám szerint egy picit kevesebbet, de én egyébként nem hiányoltam azt a 4000-et után, azt a pár száz méter maradékot. És akkor igazából vannak rövidebb távok is, tehát van maraton, és akkor vannak olyan távok, azoknak, akik igazából kipróbálnák magukat. De még a legrövidebb táv is tartalmazott szintet, úgyhogy ennyit erről, még annyit, hogy akkor a Salzburgból indul, és akkor Puschelemsee és különböző környező hegyekre megy fel, és ugyanúgy Salzburgba kell visszafutni. Az én távomnál máshol volt a raj, de ugyanúgy Salzburgba volt a vége. Igen, tulajdonképpen ennyit mondanék erről a versenyről. Még gyorsan annyit mondanék, hogy idén 10 éves ez a verseny, és még azt kell róla tudni, hogy ezt most már az UTMB-nek az egyik kvalifikációs versenye, és én azt gondolom, meg azt gondoltam, hogy így a rangja is egy picit erősebb, és egy kicsit komolyabban veszik, és olyan atléták is ugye jönnek rá, akik szeretnék magukat kvalifikálni, tehát hogy egy kicsit én úgy gondolom, hogy ez feljebb pozícionálódott ettől az évtől. Voltál már ezen a versenyen, vagy ez volt az első? Abszolút ez volt az első, sőt, én régebben így önszántamból nem nagyon mentem külföldi versenyre, mert úgy voltam vele, hogy nekem ott még nincsen keresnivaló, én először még így a magyar versenyeken próbálok valamit összehozni, de aztán úgy voltam vele, hogy mikor, hanem most, mert most már aztán, most már benne vagyok abban a korban, hogy most még tudok jókat menni, miért nem menjek külföldön, ezt egybe lehet kötni nyaralással, szép a táj, új dolgokat látok, és most úgy gondoltam, és nagyon örülök neki, hogy az idei szezonnak a fő versenyét azt itt teljesíthettem. Mi vonzott téged erre a versenyre, és mi volt a célod vele? Hát szerettem volna visszatérni a kicsit hosszabb ultrákhoz, mert én már egy ilyen 2 éve inkább ilyen 50-es, tehát 50 kilométeres terepversenyeken indulok, amit egyébként én nagyon-nagyon szeretek, tehát tényleg ne értsétek, nagyon szeretek, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy így vagy úgy, de biztos, hogy végigmegyek rajtuk. És szerettem volna most egy olyan ultrát, ami nem egy ilyen biztos dolog, hanem igenis kell edzeni, igenis küzdeni kell érte, kell logisztikázni, szóval szerettem volna már egy ilyen hosszabb futást, és úgy voltam ezzel, hogy a százast még nem merem bevállalni, meg hát nem is kell sehova sietnem,
akkor inkább maradok a 75 kilométernél, mert hát 4000 szinttel azért az is sokkal több ideig tart, tehát itthon ugye az Ultra Trail Hungary az, ami 4000 szintes, de ahhoz ugye 112 kilométer társul, tehát így arányaiban sokkal több szintet tartalmaz ahhoz képest, hogy ugye 75 kilométer. Hát sőt, én odáig is elmegyek, hogy ha összehasonlítgatjuk a versenyeket, hogy a kör az ugye 152 kilométer a maga körülbelül 8000 méter szintemelkedésével, és mivel ez a verseny annak a fele távban, és a szintemelkedése is, így a nehézsége ugyanaz. Igaz, hogy nem kétszer annyi ideig vagy terepen, de ugyanolyan nehéz ez a táv. Hát igen, de ugye azt mondják, tudod, hogy két fél maraton nem maraton, tehát igazából ez így akkor sokkal könnyebb, mint hogyha, tehát két ilyen ugye nem tesz ki egy kör, de hogy így matematikailag, ahogy ezt így levezetted, az nagyon szép. Oké. Amit én láttam ezen a verseny táv térképen, és nekem így egy picit feltűnt, hogy mennyire lehetett az pszichológiailag, bár nem egy hosszú verseny, egy dupla ekkora távhoz képest nem olyan hosszú, de mégis elindulni a távnak mondjuk a felétől a másik irányba, eleve futsz kétszer is olyan helyen, ahol már voltál, aztán van egy kis kanyargás benne, és visszajössz, és körülbelül akkor vagy a távnak a felénél, amikor visszaérkezel a rajthoz, és elindulsz a másik irányba. Tehát ez mentálisan mennyire tud rossz lenni, ha egyáltalán rossz tud lenni. Én most csak így egy pillanatra gondoltam bele magam, csak ezek olyan furi helyzetek, mert ugye vagy egy kört csinálunk, vagy eleve egy körpályán körözünk, ami egy másik kategória, de ez meg valahol a kettő között van, hogy egy tollig pálya, de mégis vannak benne ugyanolyan szakaszok, meg még át is mész a rajt vonalon. Hát ez igazából inkább előny volt, mint hátrány, de azért az gyorsan hozzáteszem, hogy nekem ez semmit nem számított, mert gondolj bele, hogy most voltam életemben ott először, és utána a féltávnál áthaladtam életemben másodszor. Tehát, hogyha nem mondják, hogy ott vagyok, akkor rá se ismerek a helyre, mert egyébként én nagyon rosszul tájékozódom, tehát fogalmam se volt, hogy hol vagyok, csak így tudtam, hogy akkor ez az a pont. Úgyhogy nem. Viszont ugye azt így el kell mondanom, hogy szükség volt külső szupportra, nekem is, és ahogy láttam, nagyon sok, hát általában ugye a top 10-es futók főleg, nagyon sokszor volt az, hogy valakinek a felesége, férje, barátnője, barátja bizonyos pontokra odament és segített a frissítésben, és pont abból kifolyólag, hogy volt olyan pont, ahol kétszer is áthaladtunk, illetve hogy a rajthoz is átmentünk, ezért sokkal jobban meg lehetett közelíteni, sokkal biztosabb volt a találkozás, úgyhogy én ezt kifejezetten előnek éreztem, és főleg az volt egy nagyon jó dolog benne, hogy ugye úgy kezdődik, tehát a szintérkép az olyan, hogy van egy nagyon nagy hegy, lemegyünk. Még egy nagyon nagy hegy, lemegyünk. És amikor a második helyről jöttem le, hát eleve egy nagy kérdés le a szívemről, hogy akkor a két nagy hegyen túl vagyok, ahogy jöttem le és mentem vissza arra, ahol egyszer már voltam, jöttek szembe azok a futók, akik még csak most indultak fel a helyre, és akkor olyan úgy éreztem, hogy jó, akkor én így teljesen abszolút benne vagyok a mezőnybe, és akkor én nem vagyok egyáltalán hátul, és akkor bíztattam őket, mert akkor már én is már jobban éreztem magam, és akkor ők is mosolyogtak, és akkor ez egy olyan jó volt itt szembe futni a futókkal. Most ezek a versenybeszámolók akkor érdekesek, meg úgy érdekesek, hogyha egy kicsit így végighalandozunk rajta. Most én így nem igazán szeretnék közbeszólni. Így szakaszonként meséld el, hogy nézett ki a verseny, tehát a különböző, mit tudom én, 20 kilométerenként, milyen volt a terepviszony, hogy érezted magad, mit tudom én, megemlítheted, hogy ezen a részen volt a legszebb, legjobb, legnehezebb, itt volt egy kicsit nehezebb, vagy itt már könnyebb, tehát bármilyen élményed eszedbe jut így egy picit szakaszonként. Én megindítom ezt a történetet azzal, a kérdéssel, hogy ezt miért kellett 4.40-es átlaggal kezdeni? Egyszerűen engedte a pulzus, minden engedte, minden tök jó volt. Az van, hogy ugye reggel 7-kor volt a rajt, és egy teljesen sík aszfalton indultunk. Tehát, hogy nekem az nem számít egy ilyen tempónak.
Jó, hát a mezőnynek az első felében indultam, de hogy én ezt abszolút nem éreztem kényelmetlennek. A versenypózus az azért más, mint egy sima pózus. Tehát, hogy azt abszolút engedte, főleg azért, hogy még hűvös volt, de tudtuk, hogy meleg lesz. Tehát én ott egy teljesen jól helyezkedtem. Na most ugye azt is tudni kell, hogy egy idő után el szokott jönni egy ilyen single track, amikor is az arról szól, hogy egy nyomos ösvény van. És hogyha mondjuk én már az elején rosszul helyezkedem, akkor berakadhatok egy olyan helyen, hogy én ott nem tudok előzni, és akkor ott, mit tudom, én gyök kettőben, nem a saját ritmusomban vagyok. És ezért van az, hogy nagyon sok versenyen egy picit, én nem indultam amúgy picit se gyorsabban, de van, hogy mondjuk helyezkedni kell, és egy picit gyorsabban meg kell futnod az első részt, hogy akkor, amikor elkezd szűkülni az ösvény, akkor te egy olyan tempóban tudjál haladni, ami neked kényelmes. Nekem tulajdonképpen ezzel nem volt bajom, és amikor úgy éreztem, hogy picit lassú vagyok, akkor én előrengettem, félreálltam, és előrengettem bárkit, tehát hogy ezzel így nem volt igazából baj. De egyébként én meg sem néztem, hogy ez 4:40-es volt, úgyhogy milyen figyelmes vagy. Nem is éreztem olyan gyorsnak, én teljesen kényelmesnek éreztem. De tök jó, hogy a 4:40-es is ilyen kényelmes tud lenni egy versenynél, úgyhogy csinálja jó. Egyébként írtam egy versenybeszámolót, de tök jó, hogy ezt így megkérdezted, mert nagyon hosszú, és hogyha valaki csak a versenyre kíváncsi, akkor én ezt így gyorsan így megpróbálom összefoglalni. Úgy nézett ki a dolog, hogy hirtelen elrajtoltunk, én azt sem tudom, hogy hol voltam, mert én tényleg nagyon sokat készültem rá, és hogy nagyon-nagyon izgultam, és hirtelen olyan gyorsan eljött a 7 óra a rajt, hogy egyszer csak azt láttam, hogy elindulunk. És akkor én nagyon örültem, minden tök jó volt. Már tudtam, hogy ki fogja megnyerni a csajok közül. Márta Molisz nevű lány, aki tavaly a CCC-t egyébként megnyerte, tehát ő egy brutál jó futó. És még gondoltam is rá, hogy tök jó lesz vele rajtolni, de hát gondoltam, hogy majd 3 másodpercig látom a hátát, és akkor nem tudok tőle semmit ellesni, és pedig örültem, hogy milyen jó futókkal futok, és akkor majd ott lehet őket csodálni. És tök jó volt, mert hogy az első pár kilométeren én mögötte, hát nem, sokkal voltam mögötte, de hogy pont így láttam, ahogy így kanyargott fel az ösvény, így láttam, ahogy megy, láttam, hogy gyalogol, láttam, hogy például nem víz botót, ez is egy ilyen tök érdekes dolog volt. De aztán utána ő sokkal gyorsabb volt, mint én természetesen, hogy ez egy ilyen nagyon jó élmény volt. És akkor nekem egyébként az első hegy az nem ment olyan jól. Hirtelen ilyen nagyon nagy pára lett, meg az volt a legagresszívebb hegy egyébként. Szóval nekem sok emberre ráírtam, meg sok emberrel beszéltem, hogy volt már ezen a versenyen, és mindenki úgy festette le, hogy ez olyan, mint egy ilyen normafa, hogy ilyen széles utak vannak, egy teljesen futható, és hogy higgyem el, hogy ez tök könnyű. De én ezeket sose hiszem el, és milyen jó, hogy nem hittem el, de azért bíztam benne, hogy nem lesz olyan nehéz. De itt ilyen tényleg ilyen gyökeres, fás, tényleg minden lépésre oda kellett figyelni, ugye vittem botot is, az is előkerült a végén, pedig amúgy én nem vagyok egy nagy botozós, meg nem nagyon szeretek botozni, de itt tényleg szükségét éreztem, és nagyon örültem, hogy vittem. Felmentünk az első hegyre, ott fent. Ja, és akkor még annyit, hogy itt meg volt hirdetve, hogy minden zselé lesz, meg minden, amit akarsz. Tehát ami egy átlagos versenyen azért nem szoktak zseléket osztogatni, meg nem tudom milyen porokat. Itt meg volt hirdetve a márka is, hogy milyen. És én ezt így kimatekoztam, és utána néztem, hogy akkor mennyi szénhidrát van benne, hogy kell frissíteni, stb. Mert gondoltam, hogy egy ilyen rangos versenyen, akkor nem hiszem, hogy akkor ott el fog fogyni, vagy bármi baj lesz. De sajnos volt, mert az izót azt olyan lájtosan keverték be, mint hogyha víz lenne. Úgyhogy mire leértem a helyről, én úgy azzal töltöttem utána, és megkóstoltam, és így mondom, ez olyan, mint a víz. És mire leértem a helyről, így lett egy kis energiadeficitem, és rájöttem, hogy akkor én innentől erre nem alapozhatok, mert hogy itt nem az van, ami le volt írva, vagy nem olyan a higítás, stb. És akkor ugye leértem 16 kilométerre volt az első hely, tehát az 1000 szintet tettünk a lábunkba, és utána le kellett érni teljesen. Na és akkor ott gondoltam, hogy nem baj, akkor zselével felszerekezek. Na, ez kb. Reggel 9-re volt. Reggel 9-re elfogyott a zselé a pontról. Na mondom, hát ez aztán nagyon jó, akkor még zselé sincs. De szerencsére a férjem az, aki segített és frissített,
Vele, hogy elmentünk azért bevásárolni egy-két dolgot, biztos, ami biztos, mert én tényleg nekem ilyen C-terv is van, úgyhogy akkor gyorsan bekevert mindent, és akkor vittem mindenféle tartalékot, és akkor a következő hegy az így arról szólt, hogy energetikailag visszahozzam magam oda, ahova eredetileg lennem kellett, plusz még másztak még 1200 szintet, mert az volt a legmagasabb hegy, és a leghosszabb mászás egyben. Hát az... Nagyon-nagyon ritkán voltam annyira szomjas, mint akkor, de hogy így nagyon-nagyon jól beosztottam az italt is, minden, felértünk a csúcsra, lejöttünk, na és akkor egy ilyen nagyon nagy kül esett a szívemről, hogy a két első két nagy hegyet azt megmásztam, hát innentől már akkor nem lehet probléma, és akkor kicsit lenyugodtam, akkor láttam a szembefutókat, ez egy hihetetlen élmény volt, és akkor visszamentem megint oda, ahol a 16-os pont volt, ez már 36 kilométernél történt, de ugye igazából én nem gondoltam bele, hogy akkor hány kilométernél vagyok, sőt, én nem is néztem az időt, mert hogy nem akartam magam ezzel nyomni, hogy akkor most én hány óra alatt csináltam mit, meg milyen a tempom, nem érdekel, csak arra koncentráltam, hogy menjek, de közben meg mondta a férjem, hogy ötödik vagyok, nem mondtam, hogy ez tök jó, de hát így gondoltam, hogy hát most ez most még tök mindegy egyébként is, úgyhogy én örülök, ha végigmegyek szépen. És akkor ott nem tudom, ott már jobban voltam, és nagyon-nagyon sokat ittam a pontoknál, mert közben ilyen 10 kilométerenként voltak frissítőpontok, de hát 10 kilométer alatt, hogyha sok szint van, hát annyi idő eltelik, és közben meg elkezdett hihetetlen meleg lenni, tehát szerintem 30-ok fölé is ment a hőmérséklet. És itt kezdődött az, amiről igazából beszéltek, és ebben igazuk van, hogy tényleg nagyon sok az aszfalt, tehát relatív sok az aszfalt, ami nekem egyébként abszolút kedves, semmi bajom nincs vele, de hogy ez az ilyen kitelt, nincsen árnyék, akkor vannak ezek a dózerutak, nincsen árnyék, de közben van emelkedő, stb. Én itt amúgy kifejezetten jól és erősnek éreztem magam annak ellenére, hogy egyébként nem tudtam a meleghez akklimatizálódni, mert valahogy pont úgy jött ki, hogy az előző napokban hűs levegő volt, és akkor hirtelen egy ilyen nagyon-nagyon meleg. Tehát, hogy de ekkor én ezzel már nem foglalkoztam, mert tudtam, hogy ez van, és akkor ebből kell gazdálkodni. Úgyhogy a pontokon az volt a taktika, hogy nagyon-nagyon sokat ittam, plusz még ugye mindent teletöltöttem, és akkor felszerelkeztem nagyon-nagyon sok zselével, és akkor persze tetőtől talpig locsoltam magam vízzel. Tehát, hogy így ennyit tudtam tenni. És akkor tényleg az van, hogy így a felétnél, hát 36 körül éreztem magam, így azt mondtam, hogy nagyon jól vagyok mindenhol, és akkor ez így kitartott egészen 65-ig. Tehát ott volt, hogy egyedül mentem a pontokon, és egyedül oldottam meg, de az a lényeg, hogy akkor ilyen 36-tól 50, vagy a 65-ig nagyon-nagyon jól voltam, és akkor eljött a 65-ös pont, akkor találkoztunk utoljára a férjemmel, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor a célba találkozunk. És akkor ott csak így láttam a szintérképen, hogy ott lesz két pukli, de hát az nem olyan nagy, mint egy hegy, hát akkor az olyan, mint mit tudom én, egy fél balból. Na hát ez tényleg olyan volt, hogy az ilyen véget nem érő, emelkedő, le is adtam a botot, hogy már az se kell, de aztán rájöttem, hogy pont kellett volna. Az a soha véget nem érő technikás emelkedő, amit egy sokkal hosszabb technikás lejtő követett, mert ugye a 65-ös pont magasan volt, még magasabbra felmentünk, majd utána teljesen lementünk ugye Salzburgig, és ilyen lépcsős meg minden, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt, se, nem volt jó, és ott éreztem, hogy így, tök jól ment eddig meg minden, de hogy így annyira lassú vagyok azért, mert hát nem akarok elesni, és annyira figyelni kell minden lépésre, és már úgy érzem a kicsit a görcsöket, hogy az ott nagyon-nagyon lassított, és akkor nagy nehezen eljött Salzburg, tök jó, és ott tudtam, hogy ott az utolsó 2 kilométer előtt van egy frissítőpont, és az már mindig gyanús, hogy akkor 2 kili van, és van egy frissítőpont, akkor ott valami még van. És akkor van ez a Kapucinerberg, azt hiszem, hogy így hívják, amikor így fel kell menni eszméletlen sok lépcsőn, aminek tényleg, tehát akkor tényleg azt éreztem, hogy ennek soha sincs vége, és akkor már tényleg már a melegtől is nagyon rosszul voltam, hogy mindenhogy, tehát ilyen, fú. De olyan jó, mert ilyenkor senkinek nem tudsz nyávogni, és így nekem ez így tök jó, mert az volt a dolgom, hogy az egyik lábam tegyem a másik után semmi, és tudtam, hogy egyszer vége lesz, és így egyébként mi tudtam, hogy egyszer vége lesz, de aztán sose lett vége, de aztán egyszer csak eljött az, hogy akkor már csak lejtőn kell lemenni a lépcsőn, és akkor meg már tök mindegy, hogy fájt, mert ott csak le kellett gurulni,
De aztán annyira elkészültem, hogy így a befutót így annyiszor elképzeltem, hogy majd befutok, és majd elsírom magam örömömbe, de befutottam, és akkor leállítottam az órám, és akkor így úgy konstatáltam, hogy na, akkor tök jó, minden, én bent vagyok, és utána nagyon szarul lettem egy-két óráig, szóval úgy nem tudtam úgy kiélvezni a befutót, de így most utólag már megszépült nagyon sok minden, és én azt mondom, hogy ez teljesen megérte, pedig sokkal nehezebb volt bizonyos szempontból, mint amire számítottam. Ennek a versenynek is olyan a befutója, mint a legtöbb nyugati terepversenynek? Tehát ez a, mit tudom én, egy egész utcányi kimolinózott szélekkel emberek, mit tudom én, több száz méteren keresztül ott őrjöngenek. Igen, egyébként tök érdekes volt, mert igen, tehát hogy volt molinó, volt szőnyeg, minden volt, még tapsolt is pár ember, pont akkor nem voltak ott olyan sokan, tehát így jó volt, meg így megvolt a feelingje, de utána csak annyit láttam, hogy így futók így itt-ott fekszenek, mert mindenki teljesen ki van a melegtől, és valószínűleg azért is voltak ott picit kevesebben, mert tényleg annyira tűzött a nap, hogy mindenki az árnyékba menekült, és ott éppen nem volt árnyék, hanem az egy ilyen kitett helyen volt. Úgyhogy mindenki a sátorba ment az árnyékba, de még ott meg megállt a levegő, ott meg azért volt nagyon meleg, tehát ott a rajt teljes területén nagyon-nagyon-nagyon meleg volt, és tűzött a nap. Azt mondják, hogy utólag nagyon könnyű okosnak lenni, használjuk ezt ki. Mit csinálnál másképp? Tehát mi az, amit szerinted nem jól csináltál ezzel a 75 kilométer alatt? Hát igazából annyi, hogy saját frissítést viszek mindenhova. Tehát, hogy most volt először igazából, és utoljára azt, hogy én bíztam abba, hogy akkor mi lesz a kiírásba, mindenhova saját zselé, saját kaja, és az a tuti, az a legbiztosabb. Igazából tehát az a jó az ultrában, hogy van időd visszahozni magad, hogyha valamit elrontasz. Nekem is volt időm visszahozni magam így, de hogy én ezt így sokkal, sokkal komolyabban és sokkal jobban saját szerkóval fogom legközelebb megoldani. És esetleg még az egy tök jó ötlet, hogy valahonnan jeget szerezni, és akkor még úgy hűteni magad, mert azért egy ilyen 30 plusz fok az azért az komolyabb. De hát így is jól, tehát hogy igazából így is tök jól el voltam, tehát hogy nem lettem rosszul meg ilyenek, úgyhogy én igazából elégedett vagyok. Kinek tudnád ezt a versenyt ajánlani, illetve mit tudnál az amellett mondani, amellett érvelni, hogy menjen külföldre versenyezni valaki, tehát mi vonzza oda az embereket, mi tetszett benne, vagy meg eleve kinek javaslod ezt a versenyt? Hát nekem nagyon tetszett, hogy mennyi országból jöttek emberek, meg ilyen tök nagy hype-ja volt. Az a jó ebbe a versenybe, hogy tök könnyű bekerülni. Tehát itt van a Lavaredo, ami ugye most hétvégén lesz. Ugyanolyan válogató verseny az UTMB-nek, de hogy mit tudom én, ott is van valami sorsolás, meg tök nehéz bekerülni. Ez meg egy ilyen tök jó verseny, és mégis tök jó bekerülni. Tehát jó, mondjuk én fél évvel előtte neveztem kb., de hogy így regisztráltam, befizettem a díjat, és ennyi, és ehhez képest pedig ugyanolyan ultrát kapsz, és tényleg olyan jó futókat lehet ott látni, meg akkor ott lehet beszélgetni, a világ minden tájáról jött. Így nagyon-nagyon nemzetközi volt, és nekem ez nagyon tetszett. Meg az is nagyon tetszett, hogy Ausztriában voltunk, és hát azért én nekem a múltamban Ausztria nagyon sokszor megjelenik, ugye azért, mert hogy kint oktattam sít, meg azért is, mert osztrák iskolába jártam, és akkor végre tudtam a német tudásomat használni, nekem az nagyon tetszett, hogy tudtam németül beszélni, és akkor megértették, és értettem, amit válaszolnak, mert ugye ilyenkor hallják, hogy nem vagyok osztrák, és akkor hógtalsba válaszolnak, és nem pedig dialektbe, tehát itt tök jó volt, mert jó fejek voltak. Szóval, hogy így meg hát rettentő szép, tehát a Fuslámzé az egy gyönyörű tó, és akkor pont úgy futottunk el a parton néha, hogy így láttuk, hogy ottan fürdenek, meg minden, és akkor azon, jó, hát nyilván én legszívesebben belementem volna a vízbe, de hogy így nagyon jó volt, de arra viszont rájöttem, hogy magán a versenyen annyira nem tudom kiélvezni a tájnak a szépségét, mert annyira benne vagyok, és annyira csüllátást veszek fel, hogy ilyenkor igazából azt döntöttem el, hogy nekem ide még vissza kell jönnöm. Tehát, hogy nekem itt még dolgom van, én még szeretnék itt kirándulni, meg futogatni, meg nyaralgatni. De hogy kinek ajánlom ezt a versenyt?
Én azoknak ajánlom, akik szeretik a technikás terepet is, de hogy nem riadnak vissza attól, ha mondjuk esetleg aszfalt is van a versenyben, mert nagyon sokan nem szeretik, én a beszámolókban is azt olvastam, hogy jaj, hát az aszfaltos rész, én meg azt is nagyon szeretem. Tehát, hogy én szeretem, amikor így ilyen is van, meg olyan is van, és akkor az a nagyon változatos, hogy akkor mindenféle terep van benne. Tehát meséltél erről, hogy nem nagyon van az embernek verseny közben ideje nézegetni. Hát képzeld el, hogy én háromszor teljesítettem az UB-t, és most nem is tudom, 2 vagy 3 hete egy egyéni UB-t is letoltam, és ott semmilyen, ugye egyéni UB, semmilyen célod nincs, ráadásul egy sorozatnak volt az utolsó menete, amit én találtam ki, és már... Tudom, tudom, már én nem, követtem. Igen, már nem akar, jó, most ez nem rólam szól, csak az élmény jutott eszembe, hogy elkezdtem futni, basszus, itt is elmegy az UB. Ezt még nem is láttam. Ez ismeretlen, és a távnak a 85%-a halál ismeretlen volt. És akkor azt mondtam már 5. kilométernél, hogy jó, órát azt lefele fordítom, semmi nem érdekel, csak nézelődök, és megismerem azt a távot, amit már 3-szor teljesítettem, és vadidegen volt. Érdekes, hogy az De ember így... egyébként... Ez nagyon jó, hogy mondod, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként akkor, mert a pályát azt megváltoztatták egy kicsit. Tehát akkor idén, mondjuk, ha idén futsz privátba, akkor már te is egy másik pályán futsz, mint mondjuk tavaly, ugye? Mert azért ott volt változtatás. Hát, jó, hát egy hogy picit... Hogy Pécs-Tejvászói Görvicsében nem el mennek. A témától. Figyelj, annyit változott, hogy balesetbiztonsági Északi okok. parton nem mentek fel. Igen, balesetbiztonsági okok miatt, meg egyéb engedélyezési okok miatt ezt a felső részt ezt kivágták, úgyhogy abszolút végig megyünk a Balatonparton, ez 211 kilométer, ez már az idei UB-n így volt, és emiatt az idei UB után már a privátot is megváltoztatták. Tehát egész az idei UB-ig ez a 221 kilométeres táv volt a privát, és ez most az idei UB után, velem, mint első privát teljesítővel már ezt a 211-et futtatták, és innentől kezdve ez is marad, mert oda már nem mennek vissza. Ja, értem. Na. Úgyhogy, ja igen, ennyi volt. És akkor a végére, hogy mit tervezel, mi a következő verseny, amire készülsz, és mikor lesz? Hát ugye részben ugye azért is választottam a módszertot, mert hogy szeretném magam kvalifikálni az UTMB valamelyik rövid távjára. És ez most így sikerült, és most itt állok, és el kéne döntenem, hogy az 50 kilométeresre nevezzek, vagy pedig a 100 kilométeresre, de abban meg 6000 méter szint van, és hát még kimondani sem merem ezt, szóval még itt, hát remélem, hogy nem addig fogok totojázni, amíg már nem is lehet nevezni, úgyhogy majd meg kell nézni, hogy meddig lehet nevezni. Tehát ez lenne egy nagy cél, és ősszel pedig a Vadlánon szeretnék indulni, de nem tudom, hogy az 50-en vagy a 100-on, tehát most teljesen ott tartok, hogy ez valószínűleg azért van, mert ugye még egy kicsit bennem van a módszert, és még egy kicsit bennem vannak ezek a fájdalmak, meg ez a küzdés, és akkor ilyenkor mindig úgy vagyok vele, hogy na hát nekem én biztos, hogy nem futok 100-at, hát ez hülye leszek, de hát még szerintem el kell tenni 1-2 hétnek, és máshogy fogok már nyilván erre gondolni, mert ezek nagyon-nagyon gyorsan megszépülnek, tehát hogy... Na hát, sikeres döntést, úgy döntsél, hogy az neked jó legyen. Zsófi, Mozart Ultra, 100-as, amiből 75 kilométert tettél meg 10 óra 4 perc 36 másodperc alatt, és ez női negyedik helyezésre volt méltó. Ehhez gratulálok neked, és köszönöm szépen ezt az élménybeszámolót, és bármit is döntesz, azután biztos lesz benne, hogy meg foglak keresni, mert az is fog érdekelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen, és örülök, hogy beszélgethettünk erről, és neked is további sok sikereket. Köszönöm. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.